A polgármester Mudrogy Alexandrinak köszönhető, akik részt vettek az ülésen. És én akkor kaptam az alkalmon, és ezt kihasználva céloztam arra, hogy na, akkor végre három év után végre megszólaltunk magyarul is, és akkor ezt kellene folytassuk. A törvény is mellettük kell, hiszen kimondja, hogy azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya 20% fölötti, ott a tanácsosok nyugodtan beszélhetnek magyarul az üléseken is. Kovászna 11 ezer lakosának a 68%-a magyar anyanyelvű, ennek ellenére itt eddig csak román nyelven folytak a tanácsülések, a helyzet pedig a többi erdélyi városban is hasonló. Maros megyében is rendszeresen így kezdődik a megyei tanácsülés. Az elnökasszony román nyelven vezeti le az ülést, román nyelven szólalnak fel a tanácsosok, és a szavazó táblák is csak román nyelvűek, szinkron tolmácsok nincsenek. Bakos Levente marosvásárhelyi városi tanácsost az okokról kérdeztük. Azt mondja, hogy a kezdeti nehézségek ellenére most már előrelépést tapasztal. Az első ilyen hozzászólásokkor akkor az emberek kivonultak a teremből, a román kollégák, és ebből egy ilyen politikai cirkusz lett, tehát nem tűnik idegennek. Ez egy mindenféleképpen mondjuk azt, hogy egy fejlődés az előző évekhez képest. Marosvásárhelyen már nem vonulnak ki a kollégák, technikai hátteret még mindig nem biztosítja az önkormányzat. Kovásznán megoldódni látszik a rügy, a tanástermet kihangosító készülékekkel látják el, és azon is dolgoznak, hogy fordításban is hallhatóak legyenek a gyűlésen elhangzottak.